A karcagi Nagykun református általános iskola végzőse Faragó Dorka matematika, angol és testnevelés tantárgyakban volt tehetséges. Az angol nyelv szeretetét anyukájától örökölte, a sport szeretetét pedig édesapjától. Én szeretem a matematika tantárgyat, testnevelést és az angolt. Az angol nyelv szeretetét anyukámtól örököltem, a sport szeretetét meg apukámtól. Itt élek Karcagon, van egy testvérem, szoktam sportolni, kosárlabdázni. Ő kosárlabdázok már 6 éve. Járunk versenyekre, diákolimpiákra, és itt sok szép eredményt értünk el. Atlétika versenyeken is voltam. Az egészségem jobb tőle. Testalkatom sem lesz ilyen rosszabb. Meg amit mondtam, szoktunk utazni a versenyekre, és itt több embert is meg lehet ismerni. Kosarazott az iskolában, sok versenyen részt vett csapatával, így diákolimpiai érmei mellett atlétikai versenyekről is hozott haza díjakat. A labdajátékok a kedvencei. A kosár labdát jobban tudom játszani, és atlétikában nem érzem magam annyira jól, mint kosárlabdában. Egy fontos meccs előtt kicsit izgul, de ha belép a pályára, már csak a játékra koncentrál. Amikor ilyen nagyon fontos meccs előtt állunk, akkor kicsit izgulok, de annyira nagyon nem, hogy ez a meccs rovására menjen. A diákolimpiai döntő első helye a legjobb eredménye. Ősztől a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnázium angol szakán tanul. Szeretne nyelvvizsgázni is, ebben angol szakos édesanyja is segíti. Mivel anyukám angol nyelvtanár, vele szoktam otthon angolozni, de amúgy külön magamtól is. És anya milyen tanár? Tehát ilyenkor te vagy a tanítvány, vagy a lánya vagy? Hát, ezt úgy tudnám mondani, hogy én is, mivel ha valamit... Ha házit ad, akkor ezt ugyanúgy számon kéri. Meg ha valamit eltévesztek, akkor ő kijavít benne, de nem úgy, hogy... Na, nem baj, hanem hogy azért odafigyel, hogy jó legyen. Egyébként számodra ez könnyebbség, hogy anyával tanulhatsz angolt? Szerintem igen, mivel, amint mondtam, ha hibázok, akkor ő nem olyan szigorúan, de azért követel. Dorka csapatjátékosnak tartja magát. Jobban harcol, mint egyéni sportágakban. Kicsi a borzs, de erős, vallja magáról, s már várja ősztől az újabb kihívásokat. Kicsit szomorú vagyok, de új dolgokat ki kell próbálni. Jó is lesz, de kicsi félelem azért van bennem, de mindent meg kell próbálni. Lesznek ismerősök, akik esetleg még innen mennek oda? Igen, elég sokan mennek Debrecenbe, ha nem is oda, ugyanoda, hova én, de legalább egy városba leszünk.